Ritmust ad a nyárnak a Csokonai utcai óvoda zenetábora. A szervezők szándéka szerint az egyhetes napközis tábor élményeken alapuló készségfejlesztés, ahol a zene iránt érdeklődés előny ugyan, de a legkevésbé sem elvárás. Én elmentem a vásárba fél pénzzel, lovam mentem a vásárba fél pénzzel, lovam mondja nyihaha, csókom mondja kitrákot, kári kityom éves csókom, mégis van egy fél pénzem. A zenei tábor olyan gyerekek számára alakult, akik vonzódnak a zenéhez, különleges adottságokkal, speciális adottságokkal rendelkeznek, szeretik a zenét. Zenei tehetséggondozó műhelybe vagy táncos műhelybe járnak, kapcsolatuk van a zenével. Minden érdeklődőt szívesen fogadtunk, azokat a gyerekeket is, akik csak azért jöttek, mert barát van a zenei érdeklődésű barátjuk van, és ők azért vannak itt. 5 óvodából van gyerekünk, 19 kisgyerek jelentkezett, jelenleg 16-an vannak, sajnos 2 gyerek megbetegedett, 1 pedig visszamondta. Bár a zenei tábort is derékon kapta a hőségriadó, még a forróság ellen is lehet muzsikával védekezni. Hallgassák csak! Játékos zenei képességfejlesztés mellett jutott idő másra is az egyhetes táborozás során. A zenetáborosok voltak lovaskocsikázni, erdei kiránduláson természetesen nem maradhatott el a közös fajlaltozás sem, de jártak a zeneiskolában hangszerbemutatón. Egy délelőttöt töltöttünk el az erdőbe, az komplex tevékenység volt, mert hiszen a környezeti neveléssel összefüggésben voltak feladatok, ami a zenei szemüvegen keresztül lett földolgozva, komoly zene hozzárendelésével. Nagyon különleges és élményszerű volt a Karcagi Tűzoltó Múzeum, és itt is szeretnék köszöntet mondani Lévai Kálmánnak és feleségének, Rózsikának, hogy fogadtak bennünket. Egy nagyon különleges, nagyon érdekes és nagyon izgalmas kiállításon vehettünk részt, ahol kvíz feladatokat is megoldottak a gyerekek, élményrajzokat készítettek, és voltak olyan kedvesek, hogy ezt a kvízt ki is értékelve tegnap délután meglátogatták a tábort, és elhozták a emléklapokat és az ajándékokat. A zeneiskolába készülünk, nagyon felkészült zenetanárok, zenepedagógusok évek óta szívesen és nagyon nyitottan fogadnak minket a zene iránt érdeklődő csoportokkal, és gyerek közelien bemutatják a hangszereket, a hangszercsaládokat, kis gyermekdalokkal, rövidebb zeneművekkel kápráztatnak el bennünket, ami megint különleges élmény. Ezeket az élményeket délutáni foglalkozásokban, mikrocsoportban dolgozzuk fel, komplex képességfejlesztésekkel, és nem csak a zenei képességeket, hanem a zenei nevelésen keresztül más képességterületeket is nagyban fejlesztve, és rengeteg élményt, nem csak művészeti élményt, hanem közösségi élményt is adnak a gyerekeknek. A tábort pedig a pénteki Ki mit tud zárta.